Az elmúlt években több százszor válaszoltam arra a kérdésre, hogy mit keresek Szombathelyen. Pedig a válasz egyszerű, ezt a várost bölcs és büszke emberek lakják, akik tudják, hogy nem alattvalóik, hanem főnökeik a politikusoknak. Nehéz és kihívásokkal teli terep az itteni politika, de pont ezért a legjobb hely az egész országban. Ez a választás azonban most többről szól, mint egy képviselő megválasztásáról. Az elmúlt két évben a Fidesz milliárdokat vont el a szombathelyiektől, pusztán azért, mert ellenzéki városvezetést választottak 2019-ben. A Fidesz meg akarta leckésztetni a szombathelyeket, most eljött az ideje, hogy a szombathelyek leckésztessék meg a Fideszt. Ez az előválasztás pont ezért szól többről, mint parlamenti helyekről. Az előválasztás célja, hogy kiválasszuk azt a jelöltet, aki le tudja győzni Hende Csabát. Mert ha most nem nyerünk, akkor évekig fogja még zsarolni a várost a Fidesz. Én azért indulok az előválasztáson, mert az önök támogatását érezve biztos vagyok benne, hogy komoly esélyem van legyőzni Hende Csabát. Megtisztelő, hogy az LMP mellett az MSZP, a Jobbik, a Párbeszéd, a Momentum és a Mindenki Magyarországa mozgalom is egyetért és engem támogatnak. A döntés azonban az önök kezében van. Kérem, szavazzanak rám szeptember 18 és 26-a között az előválasztáson.